Varga Mihály sajtótájékoztatója, Mautner Zsófi a Morgócsárdában, a héten folytatódik a Kummediátor per. Jó estét kívánok! Önök a nagykunsági híradót, a Karcag Televízió napi hírműsorát látják 2019. november 11-én 18 óra 5 perckor. Egy ország előrejutása, gazdasági teljesítménye és az emberek jólétének emelkedése a települések fejlődéséből adódik össze, jelentette ki Varga Mihály, a Szatmári Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. Kapacitás bővítő beruházásának bejelentésekor Jászberényben. A pénzügyminiszter ismertette, a vállalat közel 1,4 milliárd forintos fejlesztéséhez a kormány 680 millió forinttal járult hozzá. Magyarország egy eladósodott, válságban lévő és munkanélküliséggel sújtott országból mára egy gyorsan növekvő, munkaalapú gazdasággá fejlődött. Emelte ki Varga Mihály pénzügyminiszter, térségünk és városunk volt országgyűlési képviselője hozzátéve, hogy az országépítő munka jól látható a magyar gazdaság eredményeiben is. Az idei év második negyedévében 5,2%-kal erősödött a hazai gazdaság, amely a második leggyorsabb az Európai Unióban. Ezzel párhuzamosan a munkában állók száma és a keresetek is emelkedtek. Az utóbbiak az év első 8 hónapjában 10,7%-kal növekedtek. Ezzel már harmadik éve kétszámjegyű a béremelkedést, tudatta a miniszter. Az elmúlt években a növekedés ugye meghaladta az 5%-ot, az első fél évben 5,1%-ot ért el, és Magyarország egy lesajnált, egy kicsit hátul kullogó országból az elmúlt években egy Európa élmezőnyébe, növekedés tekintve élmezőnyébe került országgá vált. Örömmel mondhatom azt, hogy ez a teljesítmény háromszorosan haladta meg a nyugat-európai eurozónás országok gazdasági növekedését. Az Európai Unió átlagos növekedése 1,4%, mi az 5,1-5,2%-kal jelentősen e fölött vagyunk. Örülünk annak is, hogy a bérek, a keresetek jelentősen növekedtek. Nem azért akarunk egy jó gazdaságot csinálni, hogy a számokban gyönyörködjünk, hanem olyan egyszerű okból, amit úgy szoktunk megfogalmazni, hogy egy kicsit jobban éljünk, egy kicsit kedvezőbb legyen a helyzete mindenkinek, a fizetésből jusson vásárlásra, fogyasztásra és jusson megtakarításokra is. Az elmúlt két évben jelentős volt a béreknek a növekedése, csak az idén az első 8 hónapban 10,7%-kal növekedtek a bérek, és 2017-2018-ban is a reál kereseteknek a növekedése több mint 8%-os volt. Kis matematikai feladvány, ugye, hogyha egész éves bért 100%-nak tekintem, akkor egy havi bér ennek a 12. része, 8,3%. Tehát ha a reál keresetek 8% fölött tudnak egy évben növekedni, az azt jelenti, hogy tulajdonképpen egy havi bérrel többet tudnak az emberek hazavinni. Örömmel mondhatom, hogy a visegrádi országok között Magyarországon nőttek legnagyobb mértékben a bérek 2017 és 2018-ban, és abban bízunk, hogy a gazdaság teljesítménye a következő években is ezt lehetővé fogja tenni. Varga Mihály kitért arra is, hogy a már elindított gazdaságvédelmi akcióterv ezen eredmények megvédését hivatott segíteni. Mint mondta, a célzott gazdaságvédelmi intézkedéseknek köszönhető az uniós átlag feletti növekedés fenntartása. Még a gyengélkedő világgazdasági helyzet ellenére is. Minden esély megvan ugyanakkor, ha kell, a már meghozott lépéseket újabb gazdaságélénkítő intézkedések követhetik. Vállaltuk azt, hogy a közterheket csökkentjük. A szociális hozzájárulási adó mértéke ennek megfelelően már 27-ről idáig 17,5%-ra csökkent, és 2023-ig ezt folytatni fogjuk. Adócsökkentéseket tudtunk elindítani, tehát járulékcsökkentést, ugyanakkor pedig a bérek, a minimálbér és a úgynevezett diplomás minimálbér vagy szakmunkás minimálbér pedig jelentősen nőni tudott. Foglalkoztatásban is azt kell mondanom, hogy jól állunk, az első öt között vagyunk az Európai Unióban, 3,5% a munkanélküliségi rátánk, az elmúlt években 12%-ról csökkent le ez, és egyre több olyan település van Magyarországon, amelyikben egyetlen egy munkanélküli ember sincs, több mint 100 ilyen település van most már, nagyon bízom benne, hogy egyre több lesz. Vannak olyan ágazatok, mezőgazdaság, építőipar, turizmus, ahol egyre inkább a munkaerő hiánya jellemző. Természetesen van még tennivaló ezen a téren is, ugye most az aktívkorú népességnek a 70%-a dolgozik Magyarországon, és hát joggal kérdezhetik meg, hogy akkor a másik 30%-kal mi van még.
Vannak olyan inaktívak, akik nem állnak munkába, tehát mi látunk arra lehetőséget, hogy a munkanélküliek közül, a közfoglalkoztatásban lévők közül, az időskorúak közül, vagy éppen a hölgyek közül még többeket munkához tudjunk majd segíteni, részmunkaidő, átképzési programok, távmunka lehetőségének a egyre aktuálisabbá és egyre népszerűbbé tételével. A családvédelmi akcióterv keretében támogatjuk, hogy a kisgyermekes anyák is könnyebben tudjanak elhelyezkedni, és idén január 1-től pedig a 65 év fölöttiek, tehát a nyugdíjasoknak a foglalkoztatásában lehetővé tettük azt, hogy lényegében egy munkaadó közteher nélkül tudjon egy időskorút, egy szépkorút foglalkoztatni. Arra készülünk, hogyha a világgazdaság és az európai gazdaságok lassulni fognak, akkor további ilyen intézkedések legyenek, tehát a gazdaságvédelmi akcióterv első köre után lesz második kör is, lesz majd harmadik kör is. Az a célunk, hogy a magyar gazdaság növekedése tartósan az Európai Unió növekedése fölött legyen. Varga Mihály rámutatott, hogy az elért eredményekből Jászberény is kivette a részét, mivel 2010 óta az álláskeresők száma 4000-ről 1000 főre csökkent, a munkanélküliség ráta pedig 5%-ról 3,1%-ra javult. Jászberényben a 2010-es kormányváltáskor több mint 4000 munkanélküli volt. Most ez a szám 1000 főre csökkent, és nagyon bízom benne, hogy ennek az 1000 főnek is tudunk lehetőséget kínálni. Tehát a város munkanélküliségi rátája most 3,1%, ami azt jelenti, hogy jobb, mint az országos átlag. A város a maga lehetőségeivel az elmúlt években jelentősen élni tudott. És nem csak a munkahely teremtéssel, hanem a közműfejlesztésekkel, a közterületek, a középületek megújításával, a szociális és a gyermekintézmények fejlesztésével. Hát itt is van közöttünk olyan gyermek, aki remélem, hogy majd ezeket az intézményeket igénybe tudja és fogja venni. A miniszter fontosnak nevezte azt is, hogy a város az elmúlt időszakban komoly eredményeket ért el az út és a közműfejlesztésekben. A közterületek, középületek megújításában, valamint a szociális és gyermekintézmények fejlesztésében is. Dedelka és Ferdinánd Jászkun papap ebédet tartottak a sajtó és a megye termelői részére péntek délben a karcagi Morgócsárdában. A megyei foglalkoztatási paktum projekt célul tűzte ki a megye turisztikai erőforrásainak nagyobb hatékonyságú kiaknázását, a meglévő attrakciók fejlesztését és hálózati szinten történő összekapcsolását, együttműködésének ösztönzését. Ennek egyik rendezvénye volt a karcagi, amelyet a megyei önkormányzat, a megyei kormányhivatal és Jász-Nagykun-Szolnok megye esély-szociális közalapítványa szervezett azzal a céllal, hogy megismertesse a megye gasztronómiai kézműves termékeit Mautner Zsófi gasztrobloggár segítségével. Készül egy megyei helyi termék adatbázis, amelyből most 10 termelőt hívtak meg a bemutatkozásra. A megjelenteket a megyei közgyűlés nevében Borbán Zoltán alelnök köszöntötte. A megye úgy gondolta, hogy figyelemmel arra, hogy jelentős turisztikai értékekkel bírunk. A megye nagyon nagy gasztronómiai és kulturális hagyományokkal bír. Mindig és kiemelten is foglalkozott azokkal az erősségeinkkel, amelyek a kézműves helyi termékekben rejlenek. Ezért is gondoltuk úgy, megyei önkormányzat ernyőszervezetként, hogy építünk ezekre a lehetőségeinkre, ezekre a hagyományainkra. Ahogyan ismert bizonyára önök előtt is a gasztronómiai értékeinket tekintve a megyei értéktár 10 ilyen helyi értékkel bír, akár a karcagi birkapörköltet vagy a Ferdinándot is említhetném, és tulajdonképpen 20 olyan helyi kézműves termékkel bírunk, amely unikális és csak a megyénkre jellemző. Ezek az értékek alkalmasak és képesek arra, hogy lehetőséget biztosítsanak a továbbiakban a foglalkoztatás bővítésére is. Hiszen mire is másra lehetne alapozni, mint az értékeinkre, amelyek nem csak az identitástudatunkat erősítik, nem csak az összekötődését az embereknek a kapcsolatait a megyében, hanem azokat a lehetőségeket is, amelyeket a turisztikában fel kell, hogy ismerjünk. Az ide látogatók, ma már a turizmus nem is csak arról szól, hogy egyszerűen eltöltsék nálunk az időt, hanem az ide látogatók is érdeklődve fordulnak ezek felé a termékek, ezek felé a hagyományok felé, és egyfajta kötelességünk is ezzel megismertetni őket. Ebben foglalkoztatási lehetőségek is rejlenek, amelyeket a megye szem előtt tart, és a jövőben kiemelt jelentőséggel kezel, akár ennek a projektnek a keretében.
Mautner Zsófi elmondta, az ételeihez a Tisza Szent Imrei Bekecs Mátyás csedár sajtjával, a jászladányi Bertalan László füstös császárjával és dedelkájával, ami nem más, mint a kis gömböc, a kummadarasi Dobó Kati Ferdinándjával, a Túri Kamara termékeit dr. Barancsi Ágnessel, a nagykörűi Grósz Tamás különleges fűszereivel, gyógynövényeivel, a Hubai Ökofarm hústermékeivel, birkapörköltjével, a Tisza Őrsiek Szövetkezete tarhonyával és kecskesajttal, a nagykörűi Varga Gyöngyi sajtjaival adott alapot újra gondolt ételekhez, melyeket Ternyák István Bereki, Kis Norbert Karcagi séffel együtt készítette el. Így volt alföldi Cézár kis gömböcleves, vagy ahogy a jászladányiak hívják, dedelka, tiszaőrsi tarhonyás saláta sütőtökkel, pötyőkével, sült cékla, fekete fokhagymás töltött csirke, savanyított zergeszarv és kecskesajtorta karamellizált homoktövissel. Ugye azt látjuk, hogy egyébként úgy egy-egy településen belül, meg egy-egy falun belül azért olyan elég aktívak szerintem a termelők, összejárnak, sokszor vannak ugye falunapok, ugye itt a környéken is azért minden specialitásnak van saját fesztiválja, de azt látom, hogy azért megyei szinten lehetne sokkal erősebb az összefogás, az együttműködés, és itt nagyon büszke vagyok rá, és nagyon boldog vagyok, hogy össze tudtuk hozni ugye a különböző településekről a termelőket, úgyhogy most itt együtt egy asztalnál ültünk ugye Nagykörűről, Jászladányból, Tiszaőrsről, Tisza Szent Imréről, Karcagról, Berekfürdőről, nem tudom, kit, Mezőtúrról, így van, tehát hogy tényleg ez egy olyan jó kis közös nagy ebéd volt. Ugye ez most az első lépés volt tulajdonképpen, és mondhatni, hogy ez egy ilyen kísérleti jellegű program volt, hiszen úgy tudom, hogy ilyen ebédre még nem került sor, úgyhogy én remélem, hogy a hivatallal közösen még lesz arra alkalom, hogy kitaláljunk még hosszú távon is jó pofa ötleteket, ugye ez egy nagyon friss esemény volt szerintem, picit más, mint amihez hozzá vagyunk szokva, és a visszajelzések alapján úgy látom, hogy nagyon tetszett mindenkinek. Most pont itt rögtön lecsaptak rám többen, hogy ez annyira jó volt, hogy ezt meg lehetne ismételni máskor, meg ugye kicsit bővítetten, hogy azért őszintén szólva, ugye most ez egy Jászkun rendezvény, vagy Jászkun ebéd volt, de hát azért például mondjuk gasztroturisztikai szempontból, ugye ez a régió mindenképpen azért még tágabban is értelmezhető, tehát mondjuk egy budapesti gasztroturista vagy utazó ugye azért úgy jön ide a környékre, hogy akkor beleveszi mondjuk egy hosszú hétvégébe a Tiszatavat, a Hortobágyot, Poroszlót, tehát hogy ezt lehet még inkább szerintem tágítani majd a nagyobb értelemben vett régióra. Az alföldi ünnepi ebéd pedig természetesen nincs karcagi birka, pörkölt és Ferdinánd nélkül. Így ezekből volt kóstoló, hiszen a kulináris örökségünket is meg kell ismerni országosan. Természetesen a karcagi birka pörkölthöz a világért nem nyúlnék hozzá, úgyhogy ebben a menüben ugye tényleg ilyen modern, vagy kicsit felfrissített ételek voltak, de két dologhoz nem nyúltam hozzá, a karcagi birka pörkölthöz és a Ferdinándhoz. Ugyanis egy jászkun vagy alföldi ünnepi ebéd e kettő nélkül nem létezik, és azért ezekhez tényleg olyan sok hagyomány, meg évszázados múlt, meg családi receptek kapcsolódnak, hogy ezeket én is valahogy úgy szeretném becsben úgy tartani, ahogy ezek vannak. A 2019. november 12-ére kitűzött tárgyalási napon előreláthatóan további sértettek tanúkénti kihallgatására kerül sor. Az ügy tárgyalása 2019. november 19-én és 26-án, majd december 3-án és 10-én folytatódik. Az úgynevezett kunmediátor ügyben a Jászlóskun-Szolnok megyei főügyészség 767 rendbeli üzletszerűen elkövetett csalás, jogosulatlan pénzügyi tevékenység, két rendbeli sikkasztás és számvitel rendje megsértésének büntette miatt emelt vádat Dobrai Sándor név vádlottal szemben, aki a vádirat szerint a budapesti székhelyű kunmediátor Kft. Önálló képviseleti jogosultsággal rendelkező képviselőjéként az ügyfeleit tévedésbe ejtve a cég 15 éves működés alatt összesen 12 milliárd forint meghaladó kárt okozott. Kedves nézőink! Napi hírműsorunkat a nagykunsági híradót látták. Riportjainkat újra megnézhetik internetes felületünkön a www.karcagtv.hu weblapon. Viszontlátásra!